Júniusi nyitás, saját Covid-kódexet dolgozott ki a Hunges szállodalánc. Letartóztatás, ittasan, világítás és jogosítvány nélkül okozott halálos balesetet egy autós. Kölcsönzés, újfajta szolgáltatást vezet be a megyei és városi könyvtár júniustól. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Megnyithatnak a szabadtéri mozik, szabadtéri színházak és bizonyos sporteseményeket is lehet szervezni, közölték az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján. A rendelet szerint a rendezvény szervezőjének minden esetben biztosítani kell a járvány miatti óvintézkedéseket. A nézők csak minden negyedik ülőhelyet foglalhatják el, közvetlenül egymás mögött nem ülhetnek, és köztük legalább másfél méteres védőtávolságot kell hagyni. Szabadtéri rendezvénynek minősül az olyan program, amely teljes időtartamában minden oldalról fallal körülhatárolt, fedett épületen kívül zajlik, vagy amely során a nézőket az időjárás miatt sátorral védik, illetve azok is, amelyek a rendezvény céljából épített fallal körülhatárolt, fedetlen vagy részben fedett létesítményben zajlanak, ilyen például a stadion, az uszoda, a szabadtéri színpad vagy a szabadtéri mozi. Az Észak-Alföldi Környezet Gazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy 2020. június 1-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Kérik, hogy az érintett szakaszokon időben reggel 6 óráig helyezzék ki a gyűjtőedényeket. A nyíregyházi, nagyecsedi és kisvárdai hulladékkezelő üzemek, valamint a Nyíregyháza Korányi Frigyes utca 3 és a Kerék utca 1 szám alatti hulladék udvarok azonban zárva tartanak pünköst hétfőn. A Hunges szállodalánc kidolgozta a saját Covid-kódexét, így június 12-től lehet szállást foglalni a Sóstó Hotelben is. Negatív koronavírus tesztet nem kérnek a vendégektől, de mérik a testhőmérsékletet. A jó időt, a strandnyitást, majd a vendégeket várja a Hotel Sóstó, de nem nyitnak pünköstkor. Június 2-án születik döntés a szálloda újraindításáról. Negatív koronavírus tesztet nem kérnek a vendégektől, de mérik a testhőmérsékletet. Június 12-től kezdve fogadunk elfoglalásokat. Pár dolgot vezettünk be a szállodánk életébe, a Magyar Turisztikai Ügynökségre vonatkozó ajánlását és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének Covid kódexének figyelmevételével elkészült a Hunges Hotel saját Covid kódexe, amelyből valamennyi munkatársunk vizsgázni fog. Célunk a látható biztonsági érzet megteremtése itt a szállodában. Konkrét intézkedések ugye hát vannak ilyenek, hogy a szállás visszaigazolásakor, a szállás foglalásakor egy ilyen online bejelentő lapot küldünk a vendégnek, amit visszaküld nekünk, ezáltal nem kell itt a helyszínen toll, papír, stb. Dolgokat használniuk. A recepción plexiget helyeztünk ki, meg a lobbivárba is, hogy a távolságtartás is, hogy a vendég és a személyzet ne érintkezzen egymással. Nyilván a védőmaszkot fogják használni a kollégáink, gumikesztyűt, de itt helyszínen is rendelkezésre fog állni, akkor a vendégek részére gumikesztyű, maszk, ki mit igényel. Ugye az étteremben létszámkorlátokat vezettünk be, egyszerre csak 100 fő tartózkodhat az étterembe, ezáltal turnusos étkeztetés lesz az étteremben. Ugye a tányérszervízt preferáljuk, hogy ne fogdossák a vendégek az eszközöket, a szakácsok fogják a vendégeknek az ételeket tálalni. A Sóstó Hotelben alkalmazkodnak a június közepén induló strand szezonhoz. Nyilván együttműködik a szálloda a sóstói fürdőkkel, hiszen az épített kapcsolat miatt monopol helyzetben van. Amikor nincs strandidő, a gyerekeknek animációs játékot szerveznek, tokai hajókirándulást és pincelátogatást a felnőtteknek borkóstolóval. És bíznak abban, hogy nagy számban fordulnak meg hazai vendégek a szálláshelyen, hiszen sokan visszamondták külföldi nyaralásaikat. Akár 12 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik azt az ittas sofőrt, aki jogosítvány nélkül elütött egy kerékpárost a Korányi Frigyes utca melletti szervízúton. A gyanúsított elhagyta a helyszínt, a sértett a baleset következtében életveszélyes állapotba került, majd belehalt a sérüléseibe. Itt a szervízúton történt az a súlyos baleset május 24-én, amelynek következtében életét vesztette egy kerékpáros. A törvényszék közleménye szerint a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója 2020. május 26-án a halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés büntette és a segítségnyújtás elmulasztásának büntette miatt folyamatban lévő eljárásban egy hónapra elrendelte B.S. gyanúsított letartóztatását.
A megalapozott gyanú szerint a 19 éves férfi május 24-én, vasárnap hajnalban ittasan, jogosítvány és világítás nélkül közlekedett autójával Nyíregyházán, a Korányi Frigyes út melletti szervizúton, ahol elütötte az úttest közepén kerékpárral közlekedő sértettet. A gyanúsított az ütközés után nem állt meg, elhagyta a helyszínt anélkül, hogy segítséget nyújtott volna a sérült férfinak, vagy értesítette volna a mentőket. A sértett a baleset következtében életveszélyes állapotba került, majd kórházba szállítását követően belehalt sérüléseibe, közölte a nyíregyházi törvényszék sajtószóvívője. Ezek alapján a fiatal férfit akár 12 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények elkövetésével gyanúsítja a nyomozóhatóság. Erre tekintette a bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábon hagyása esetén megszökne, elrejtőzne a hatóságok elől, vagy tanúk befolyásolásával megnehezíteni a bizonyítást. Ennek megakadályozása érdekében a bíróság elrendelte letartóztatását. A végzés nem végleges, az ügyész tudomásul vette, de a gyanúsított és védője elsődlegesen szabadlábra helyezés érdekében, másodszorban enyhébb kényszerintézkedés, akár bűnügyi felügyelet elrendelése érdekében jelentett be fellebbezést. Ahogy korábban beszámoltunk róla, forgalmi rendváltozás lépett életbe a Család utcán a körforgalom építésének idejére. Az útszakaszon váltakozó irányban halad a forgalom, ezt 24 órában jelzőlámpa irányítja, valamint a belső körútról a Liszt-Ferenc utcán tovább hajtani a Család utcára nem lehet. A forgalmi rendváltozás több helyen is kereszttábla jelzi, ne megszokásból vezessenek az arra közlekedők. A csomópont kialakításánál közmű kiváltás miatt május 28-án reggel 7 órától május 29-én reggel 7 óráig forgalomkorlátozás van érvényben. A közmű kiváltás során a teljes körű szolgáltatás biztosítása érdekében az éjszakai órákban is folyamatos lesz a munkavégzés. A munkálatokkal összefüggésben esetlegesen keletkező zaj miatt a kivitelező kéri a közelben lakók türelmét és megértését. Új kölcsönzési szolgáltatást vezet be a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Telefonok és e-mailek bizonyítják, hogy az olvasók nagyon várják már az intézmény nyitását. Miután erre nincs lehetőség, a következő időszakban az épület előtt felállított sátorban intézik a könyvek és dokumentumok cseréjét. Június 2-ától új kölcsönzési szolgáltatást vezet be a Móricz Zsigmond könyvtár, melynek előkészülete már e héttől tart. E-mailben és telefonon lehet könyvet előjegyezni. Az érvényben lévő kormányrendelet szerint az országban a könyvtárak még nem látogathatóak, így olvasóink nem tudnak bejönni, ezért mi települünk ki, könyvtárunk előtti téren egy könyvsátorba tudjuk átadni azokat a dokumentumokat, melyeket előre leadnak. Május 27-től lehetőség nyílt az olvasóknak könyv, folyóirat, hangoskönyv, CD, DVD kölcsönzési igényeknek a leadására. Ez történhet e-mailben, telefonon, illetve online előjegyzés formájában. A dokumentumok számát 8 darabban maximalizáltuk, és mindenkit értesítünk, hogy mikor tudja átvenni az összekészített könyvcsomagot. Keddi, szerd 8.30 és 15.30 között délelőtt a 65 éven felüliek, délután pedig a 65 éven aluliak. Lehetőséget biztosítunk, hogy a könyvcsomagot meghatalmazott útján is el tudják vinni, illetve ebben az időszakban automatikusan meghosszabbítottuk mindenki kölcsönzött dokumentumainak a határidejét, valamint lehetőség van online beiratkozásra is, a honlapunkon keresztül ezt most meg tudják tenni. A könyvtárosok maszkban, gumikesztyűben dolgoznak, és ezt a biztonságot várják el az olvasóktól is. A visszavitt könyvek 72 órára karanténba kerülnek, majd csak ezután lesznek ismét kölcsönözhetőek. A könyvetházhoz szolgáltatás az eddigi klasszikus formában működik továbbra is. Folytatódik a Keressük Nyíregyháza helytörténészét játék. A könyvtár Facebook oldalán pedig megtalálják a gyermekkönyvhónap író vendégeivel készített filmeket. Szintén a közösségi oldalon és a YouTube csatornán zajlik majd június 4-től az ünnepi könyvét. A napokban várható engedmények ellenére nemigen lesz lehetőség már hagyományos módon megrendezni a könyvünnepet.
Hamarosan befejeződik Nyíregyháza virágosítása, és üzembe helyezik a hangulatos szökőkutakat is. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Pótolták az ellopott kreszttáblát a László utcán, a Nyírvévé szakemberei szerda délután helyezték ki az újat. A kreszttábla eltulajdonítása egyébként bűncselekménynek számít. Aki pedig neki megy a táblának, szabálysértést követel, ilyen történt a temető hátsó kapujánál. A ki- és behajtásnál ad nagyobb biztonságot az itt elhelyezett két tükör. Ennek ütközött neki egy gépjármű tolatás közben, majd elhagyta a helyszínt. Ez szintén helyreállította a Nyírvévé. Eltört egy ivóvíz csőszerda délután a Krudi Gyula utca Korányi utca csomópontjánál. A nyírségvíz szakemberei feltörték a burkolatot, majd helyreállították a problémát. Az ott zajló munkálatok nem okoztak fennakadást a vízszolgáltatásban. Nagy Szabina józsavárosi képviselő és az ott élők közösen feliratokat helyeztek el a Robinson dombnál, ugyanis az elmúlt időszakban több sűn pusztult el. Védett állatok, ezért vigyázzunk rájuk a környéken is. A Vasmári Pál utca és a Zárok utcánál egy személygépkocsi vezetője egy álló motoros hátuljának ütközött. A motoros lassított, forgalmi okokból nem tudott kifordulni. A mögötte érkező autós véletlenül nekiment. A motoros földre esett és megsérült. Mentőt hívtak hozzá, majd kórházba szállították. Lassan teljesen beköltözik a mediterrán hangulat Nyíregyházára. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai 60 dézsás növényt helyeztek el a belváros számos pontján, és lassan a befejezéséhez ér a virágosítás is. A város szökőkútjait a karbantartások után kezdik üzemelni. A tulipánok elvirágoztak, a helyüket az egynyári virágok vették át. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Szakemberei a város főkertészével egyeztettek a virágágyások kialakításával kapcsolatban. Az egyik elsődleges szempont az volt, hogy különösen olyan virágokat és növényeket ültessenek, amelyek rovar és madárbarátok. Az egynyári válogatásban is nagy számban olyan növények szerepelnek, amelyek elősegítik a méhek méztermelő tevékenységét. Idén mintegy 46 ezer tű egynyári virágot ültettek el város szerte. A növényeket különböző formákban, kompozíciókban ültették el, ezzel is szerettek volna kedveskedni a város lakóinak. Például a városi könyvtár előtt egy könyvmotívum jelenik meg, de találkozni lehet még villámalakzattal és többek között virágmintával is. De a Józsavárosban még készülőben van egy kardszárnyú delfin is, ami a csokisuli előtt virágágyásban fog úszkálni. Az elmúlt időszakban az egynyári virágok mellett helyükre kerültek a dézsás növények is. A főnixpálmák és leanderek látványa üdes színfoltként jelenik meg a belváros terein. A városüzemeltetési feladatok talán egyik leglátványosabb eleme az a zöld felület fenntartás. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Fenntartásában Nyíregyháza város közigazgatási területén 2 millió négyzetméter zöld felület intenzív fenntartásban, és még 2 millió négyzetméter zöld felület pedig külterjesen kezelt fenntartásban van bevonva. Ezek közül talán a leglátványosabb elem az a virágágyak kialakítása, és az idei évben az egynyári virágok számára 2000 négyzetméter ágyást készítettek elő a munkatársaink, és közel 45-46 ezer tő virág lett elültetve, vagy még folyamatban van az ültetése. A virágok mellett üdefénypontja a belvárosnak a szökőkutak is. Számos szökőkút már jelenleg is üzemel. A Hősök terén, az Ungvár sétányon és a Sóston található szökőkutak karbantartási és beüzemelési munkálatai folyamatban vannak. Petru Árpád elmondta, a Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai mindent elkövetnek, hogy a város lakosai mi hamarabb élvezhessék a szökőkutak nyújtotta látványt, azonban a változékony időjárás nem kedvez ezeknek a munkáknak. Tóth Fruzsina is újra aláírt a Fátumhoz, a saját nevelésű libero 6. szezonját kezdi ma a Nyíregyházán. Szintén a női röplabda csapathoz kapcsolódó hír, hogy biztosan Németh Szabolcs lesz a vezetőedző a következő idényben is, aminek viszont az indulási időpontja még nem ismert. Bár más klubcsapatok is megkeresték Tóth Fruzsinát, amit ő nagy megtiszteltetésnek érez, nem volt nehéz meghoznia azt a döntést, hogy csak úgy, mint a testvére, Dalma, ő is a Fátum csapatában folytatja a pályafutását.
A tehetséges válogatott libero a Nyíregyházi Televíziónak azt mondta, több szempont is a városa mellett döntött, amik közül csak az egyik az egyetem, teljesen egyértelmű volt, hogy maradni szeretne. Sikerült a klubbal is megegyeznünk, meg ugyebár a jelenlegi viszonyok, meg a helyzet miatt is nagyon szerettem volna itt maradni Nyíregyházán, a családom miatt is, hiszen ők is itt vannak, meg hát nagyon szeretem a klubot is, csapatot is nagyon szeretem ebben az évben is, és úgy gondolom, hogy jövőre is egy olyan ütőképes csapat fog kialakulni Nyíregyházán, ahol akár több esélyünk lesz, mint magyar porondon, mint pedig külföldi porondon többet bizonyítani. Bevallom, hogy még van még egy dolog, ami miatt szerettem volna itt maradni, az pedig az, hogy azért szeretnék Nyíregyházával bajnok lenni először. Ez nekem egy nagyon nagy céltűzésem. A 20 éves kora ellenére tapasztaltnak mondható, két ízben az év legjobb utánpótlás játékosának megválasztott Fruzsina fél évtized alatt a Nyíregyháza egyik meghatározó emberévé nőtte ki magát, akinek tehetségére, jó szelleműségére már ideérkezésekor felfigyelt Németh Szabolcs. A csapat vezetőedzője is marad Nyíregyházán, hiszen megegyezett a klubbal, így az idei úgymond beugrás vagy kényszerű döntés után egy teljes szezonban bizonyíthat, bár szerényen azt nyilatkozta, talán még most sem 100%-osan érett a pozícióra. Mindig csak akkor fog az ember is fejlődni, hogyha belekerülne. Én ezt a lehetőséget megkaptam a vezetőségtől, hogy elinduljak ezen a pályán. Én nagyon szeretném csinálni, mindig is nagyon szerettem volna ezzel foglalkozni a pályafutásom során. Tavaly másodedzőként kóstoltam bele. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ilyen hamar számítottam egy ilyen patinás klubnak az első edzői pozíciójára. Engem is meghallgattak, hogy mi az elképzelésem, mit szeretnék csinálni, és abszolút feküdt a vezetőségnek is, amit felvázoltam. Megpróbálunk azon az irányon menni, ami reményeink szerint ugye eredményességbe fog megmutatkozni. Németh Szabolcs hozzátette, ő is minden nap fejlődni, tanulni szeretne, és a hosszú játékos pályafutása alatt szerzett tudást átadni a csapatnak. Erre nem sokára lehetősége is lesz, hiszen a közös edzések júniusban elkezdődnek. Azt, hogy mikor indul a keményebb felkészülés, nagyban meghatározza, hogy mikor startul a 2020-21-es idény, melynek dátumát még nem lehet tudni, és nagyban befolyásolja a nemzetközi kupa szereplés is. A cél, hogy a csúcson maradjon a nyíregyházi röplabdázás. Az edző azt ígérte, napi szinten azon fognak dolgozni, hogy a publikumot is megörvendeztessék, és a sportolók is élvezzék a játékot. És most nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Június 12-től lehet szállást foglalni a Hungest sóstói szállodájában, ahol nagy biztonsággal készültek a szezonra. Negatív koronavírus tesztet nem kérnek a vendégektől, de mérik a testhőmérsékletet. Ittasan világítás és jogosítvány nélkül okozott halálos balesetet egy autós május 24-én Nyíregyházán. Az elkövetőt akár 12 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik. Június 2-ától új kölcsönzési szolgáltatást vezet be a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, melynek előkészülete már a héten elkezdődött. E-mailben és telefonon lehet majd könyvet előjegyezni. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel holnap este is jelentkezünk majd. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra!